Magyarország egy részről és Törökország más részről egyaránt és őszintén óhajtván a Magyar Királyság és a Török Köztársaság között az őszinte barátságnak kapcsolatait létesíteni és megerősíteni, áthatva ugyanattól a meggyőződéstől, hogy a két állam között létesült összeköttetések a két nemzet boldogulását és jólétét fogják szolgálni. Elhatározták, hogy barátsági szerződést kötnek, és ebből a célból meghatalmazottaikká kinevezték, mégpedig ő fő méltósága a Magyar Királyság kormányzója, Nemeskéri Kis Sándor urat, Magyarország szófiai ügyvivőjét, a Török Köztársaság elnöke Adnan Bey doktort, Konstantinápoly képviselőjét, Törökország nagy nemzetgyűlésében és a külügyminisztériumnak konstantinápolyi megbízottját. Így kezdődik a Magyarország és Törökország között 1923. december 18-án megkötött barátsági szerződés szöveg. A centenárium alkalmából török-magyar kulturális évad kezdődött, melynek egyik eleme volt a Karcagon rendezett a török-magyar kulturális kapcsolatok konferencia. 100 éves a Török Köztársaság, és 100 éve írták alá azt a barátsági és együttműködési szerződést, ami nagyon közel hozta a két országot. Igazán ez a konferencia azt hivatott bemutatni, hogy mi magyarok milyen módon vettünk részt a Török Köztársaság építésében, és mondhatom, hogy szépen kivettük a részünket minden téren, mind a tudomány, mind a tényleges építészet terén, hiszen jelentős munkákat végeztek ott a magyarok. A függetlenségét 1923. október 29-én kikiáltó Török Köztársaság első nemzetközi szerződését a Magyar Királysággal kötötte. A karcagi konferencián műfordító, nyelvész történész, néprajzkutató és népzenekutató előadásai számoltak be a két nép újkori 100 évvel ezelőtti együttműködéseiről.